Szevasztok, srácok, itt vagyunk egy újabb karriermód epizódban, és a Blackburn ellen fogjuk folytatni, ott igazából, ahol abba hagytuk a dolgokat. Itt a csodálatos kis csapatunk, kicsit fáradt egy-két játékosunk, úgyhogy majd változtatunk a kezdőcsapaton. Viszont november 22-én járunk, szeretnék januárig eljutni, viszont elég hosszú út lesz odáig. Vagy a Blackburn ellen játszani fogunk, Birmingham ellen szimulálunk, elég gyengék most. Illetve a Brentford ellen is biztos, hogy játszani fogunk, mert azért egy elég komoly csapat, a többit meg majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Három meccset fogunk lejátszani összesen, a többi szimuláció lesz, aztán pedig utána a Swansea ellen folytatjuk a következő epizódban. Ja, igazából ennyi. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy vágjunk is bele a dolgokba. 11-ek vagyunk eddig, úgyhogy most jutottunk fel, ami egyébként nem rossz, és nem is nagyon vagyunk szerintem lemaradva a playoff-tól. Igazából összesen 5 pont választ el minket a Brentfordtól, úgyhogy teljesen jó. Viszont küldjük neki igazából, team management egy kicsit változtassunk, Parsons jön Bale helyett, mit tudom én, jó lesz így igazából, ennyi. Az a baj, hogy Bale már egy kicsit öregszik, aztán hamar elfárad, de hát ez ilyen, nem tudunk vele mit tenni, de így szeretjük. Az előző részben igazából minden helyzetét belőtte Gerard Bale kb., úgyhogy nem nagyon tudunk panaszkodni rá, nem is akarunk, úgyhogy ennyi. Bozsi FC Blackburn Rovers, érkeznek is a csapatok gyönyörű szépen, és reménykedünk benne, hogy mi fogunk nyerni. Ez annyira nem volt túl szerencsés ez a mezválasztás, azt hittem, hogy jobban ki fog ütni. Na mindegy. Akkor egy kicsit küzdős mérkőzés elé nézünk. Védelem, nem látom, hogy ki kivel van. Tök jó. Húha. Óriási védés. Íj, és ez mellé ment. Jó. Basszus, nagyon zavaróak a mezek. A bánat se gondolta volna. Az viszont nagyon jó, megrát. Nem volt lesen, megrát. Szép védés a kapustól. Íj, pedig két passzból kijátszottuk az egész védelmüket. Jó, szép, viszont az nem jó, az nagyon nem jó, az gól. Össze-vissza pattogott a labda, és végül gólt szerzett a Blackburn. Jó, Simon, kapufára üti a kapus, hát nem hiszem el. Megrát indul, nagyon jó. Andonov, és ott van Simon, Simon, megint a kapus véd. Parsons, és ott is az egyenlítő gól, ezt már nem bírtak védeni a kapus, 1-1. Itt az első félidő végéhez közelítve, Parsons a gólszerző. Hú, kezdem megszokni a mezeket. Így most már egy kicsit jobb azért. Diallo gyönyörű szépen, lövőcsel, bepassz, Parsons pedig ahogy csak tudta, ami a csövön kifért, beletette, aztán bum, jó, Parsons a gólszerző, 1-1. A fél időnek pedig igazából egy perc múlva vége. Elnéztem a játékos. Nagyon üresen maradt ott a srác. Na hát mindegy, ez van. Megrát viszont. Hoho, ide jól megy, megrát. És Parsons, szevasztok, megrát végigvitte, bepasszolt a Parsonsnak, és cső, ott az egyenlítőből ismételten, Hugh Parsons nem szarozik, mindent belő ő is. Hú, igazából örülnék az X-nek is az a helyzet. Nagyon szépen vezette végig, megrát, gyönyörűen tartotta meg. Jó, oké, és Andonov.
Nem lesz belőle semmi, itt a mérkőzés vége. Jó, 2-2. Nem rossz igazából. Megint így a végére elkezdtem megszokni a viszonyokat. De hát lényegesen nehezebb volt így játszani, mint hogyha normális mezek lennének. Na mindegy, nagyjából 50-50 volt minden, úgyhogy megérdemelt eredmény született. A következő meccsen erre jobban odafigyelünk, hogy választunk ezt, az biztos. Következő mérkőzésünk Birmingham City ellen lesz, amit szimulálunk, úgyhogy igazából nézzük is. 2-2 ez is. Úgy néz ki, hogy ma ilyen 2-2-es döntetleneket tudunk játszani. Na jó van. Következő mérkőzésünk a Swansea City ellen lesz, akik hatodikak, úgyhogy ellenük játszani fogunk, viszont mezt váltunk, mert itt is hát elég idiótán néznek ki a dolgok. Na mindegy, a FIFA is elég szarul van megoldva. Kicsit azért változtatunk a keretem, mert utána összességében 2 napunk lesz arra, hogy pihenjenek a srácok. Ami nem sok. Varga játszik, Crawford játszik, Simon helyett Prince játszik, Mász is följön Butcher helyére, illetve jöjjön Tuma, meg Brown is, meg mondjuk Reynolds. Égyni. Félig meddig tartalékosan. De szerintem elég lesz arra, hogy legyőzzük a Swansea-t. Azért annyira nem áll nagy nevekből a csapat, attól függetlenül, hogy jó formában vannak, azért verhetőek kéne legyenek. Ez nagyon jó, Crawford, beközépre, Bale, ho, Hammer kapus. Gerrit Bale viszont lemarad, ami nem túl jó hír, de szerintem föl fog tudni állni. Az viszont jó, Prince, és ezt már nem fogja a kapus. Ja, gyönyörű. 1-0-ra vezetünk a 15. percben. Arthur Prince a gólszerző. Lassan megszokhatjuk azt is amúgy, hogyha ő pályán van, akkor gólt is lő. De hát ezt így kell csinálni. Antonov távolról. Szépen védett a kapus. Jaj, védelem. Óriási védés Bailey ismételten. Ez a kapus, ez a bravúroknak a királya. Viszont. Bélnek is jó mondjuk, nem neki gondoltam, de jöhet a lövés. Így. Jobban nem az igazi. Gerrit Bale. Jó, első fél idő vége, vezetünk 1-0-ra. Igazából egész kiegyenlített a mérkőzés amúgy, hogyha azt nézzük, úgyhogy nem tudom, hogy ki fogja megnyerni a végén, de az biztos, hogy Parsons most följön Bale helyére, és reménykedünk, hogy az öreg Gerrit-nek nem lesz nagy problémája. Csak egy-két meccset kell majd kihagyjon, vagy annyit se, majd kiderül. Na, nem kell sokat kibírni. Obafemi, azt a mindenit. Ekkora gólt vert. Csak az X. Mai epizódban csak az X játszik ezek szerint. Igazából kezdőrugás is vége a mérkőzésnek, srácok. Obafemi, mekkora gólt vert, te jó Isten. Nézzük meg még egyszer. 1-20-asról. Mondjuk az Bailey-nek fogni kellett volna szerintem. Na mindegy. Itt a vége. 1-1. 3-ból 3 döntetlen. Hát erre nem nagyon tudok mit mondani igazából. Ezt meg kellett volna nyerni, ezt a mérkőzést. Ben Hammer nagyon jól védett az a helyzet, de hát akkor is 9 lövésünk volt. Jobbak voltunk szerintem egy picivel, de hát ez van. Na nézzük, hogy Bale mennyire sérült le 5 nap, tökéletes. Csak a könyökével volt valami, ha minden igaz. Jó, akkor nincsen gond. Igen, ellen pedig szimulálni fogunk, ők velünk jutottak együtt föl, mi azóta eléggé sokat erősödtünk, ők annyira nem. Bale nélkül nézzük, mire vagyunk képesek idegenbe. Csak az X! Csak az X, Parsons, de legalább ismételten betalált az öreg Parsons. Na nézzük a következő mérkőzést, Preston North End ellen fogunk játszani. Vajon megint döntetlent játszunk? Egy kicsit változtatunk a csapaton azért. De nem sokat. Mász. Na,
meg mondjuk Prince, mert ő azért, hogyha játszik, akkor gólt lő általában. Nézzük. 3-1, Arthur, és gólt is lőtt, látod? Ennyi. Végre megtört az átok. Következő ellenfelünk a 18. helyezett Cardiff City, Perry Engel, vagy Ungel a védelem közepén. Nagyon komoly neve van a fiúnak. Hát meg kell őket verni, ennyi. Igazából egyszerű, nem? X. Ismételtem visszaszállt az átok. Tök jó. Barnsley lesz a következő ellenfelünk idegenben. Idegenben most nem jó az X, most nyerni kell. Na? 4-0, köszi srácok, köszi szépen. Erről van szó. Bale, Parsons, Andonov és McGrath. Következő ellenfelünk a Huddersfield, hát ők se túl fényesen teljesítenek ebben a szezonban. Úgyhogy tudunk egy kicsit spórolni itt a játékosokkal, ugyanis a következő meccs ezután a Barnsley ellen lesz, akikről tudjuk, hogy azért ők kemények. Ők most estek ki a Premier League-ből, amikor mi feljutottunk, úgyhogy ja, azt le is játszok, és reméljük, hogy meg is nyerjük, ugyanis itt most kikaptunk, és az annyira nem jelent jót. Rohamosan közelítünk januárhoz, december 28-a van, és ez az utolsó mérkőzésünk a mai epizódban, ha minden igaz. Ezt le is játsszuk, Brentford ellen fogunk játszani. Hát megnézzük azokat a mezeket, hogy mi a helyzet. Nekünk ez jó, nekik meg ez jó, és így a biztos. Ennyi. Lehetőleg erősebb keretünkkel állunk ki ellenük. Ők is szerintem, úgyhogy kemény mérkőzés vár ránk, de meg kell nyerni. Ujjjjj. Jól kezdődik a mérkőzés. Jensen, a gólszerző. Hát ez csodás. Nézzük vissza, igazából gyönyörű labdát kapott, és igazából Mulder nem tudom, hogy mit csinált, miért nem rúgta föl, vagy miért nem szerelte, de hát könnyedén beverte. Lozsek, óriási védés Bailey, hogyha így folytatjuk, egy nagyon komoly verésbe fogunk beleszaladni, az a helyzet, de hát néha előfordul ilyen is. Nagyon nyomnak, ó, Bailey. Nagyon durván nyomnak. Nagyon be vagyunk szorítva. Valaki segítsen rajtunk, mert ez így nem jó, mint hogyha 20 lennének 2-0. Kikaptunk. Simon megfutja. Nem biztos, hogy megfutja, nem futja meg, esélye nincsen. Jaj, és utána össze-vissza topog. Tony, 3-0. Nem, Bailey, de... Oké. Ezt hogy balfaszkodtuk így össze? Megint Mulder volt ott. Szihetetlen. Gerard Bale. Bale. Ez meg elvesztette a bal lábát, vagy nem tudom, golfozás közben elhagyta a felét. Fej, 4-0. Én azt hittem, hogy meg fogom verni a Brentfordot, vágod? Úgy kezdtük el a meccset, hogy verjük meg őket. Újabb kapu. Dehogy kapura üzés, csak lövi. Jó, itt a vége a mérkőzésnek, hát esélyünk nem volt igazából. Itt kezdődött minden probléma. Az 5. percben. Bailey próbálkozott, de hát esélytelen volt az egész. Támadósorunkról meg ne is beszéljünk. Jó, ez az utolsó mai meccsünk, december 31, és akkor el is jutunk igazából januárig, ami volt a cél is. Zárjuk le szépen ezt az epizódot egy győzelemmel.
Ne beszéljünk róla, szerintem ez a csapat, ez most elvesztette minden hitét. Következő részben majd újra összerakjuk őket, vagy nem tudom. Na mindegy, srácok, hát ennyi lett volna igazából ez az epizód. X-ek voltak, meg vereségek, meg talán volt egy-két győzelem is, de nagyon-nagyon gyenge volt igazából az egész. De hát meg is nézhetjük amúgy, hogy mi a helyzet. Volt egy kettő darab győzelmünk, három vereségünk itt az utolsó három meccsen, és előtte meg volt, vagy egy, kettő, három, négy, öt döntetlen. Úristen, de rossz. Na mindegy, hát ez így sikerült, nem voltunk túl formában. Na majd lehet, hogy a következő részben ismételten formába tudunk lendülni. FA kupával kezdünk ezek szerint majd. Úgyhogy, ja, hamarosan jön a következő részre. Remélem, hogy azért ez is tetszett. Hogyha így van, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban. Addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!